Köszöntelek titeket, kedves fiúk és lányok! Itt a Star Citizen ideje! És nézzétek, itt a hangár is, van benne egy űrhajó! Ezen a hétvégén le lehetett tölteni kipróbálás alkalmából a Star Citizen mondjuk úgy ilyen teszt verzióját, vagy demo verzióját, vagy nem tudom milyen verzió ez akarna lenni. Tény és való, hogy irdatlan szép a játék, azt nem tudom, hogy mikor fog megjelenni, mert ha minden igaz, még nem jelent meg, vagy legalábbis nem olyan formában, ahogy annak meg kellett volna már jelennie. És valami horribilis összegeket kérnek ezért az interneten, mármint nem magára a játékért, mert azt nem is nagyon találtam meg, hogy magáért a játékért hol lehet fizetni, hanem a játékon belül vannak ezek az űrhajók, és hát ilyen $200 meg. $400 meg. Hát ilyen horribilis összegek vannak. De gondoltam, most ingyen ki lehet próbálni, akkor megnézem, hogy mit tud ez a kis izei dolog. Hát idáig az űrhajó az igen, az tetszik, meg csodálatosan szépen bele lehet ülni a fülkébe. Igen, itt majd még a fülkébe lehet nézelődni is, és itt van egy ilyen free flight játékmód, meg van valami még egy másik játékmód is, amit ki lehet próbálni, csak most még egyenlőben a menübe próbálok meg eligazodni, mert nem igazán vágom, hogy mit mivel kell irányítani. Keresnék itt valami ízét, hogy most... hát nyomkodom én itt a gombokat, de sok minden még idáig nem nagyon történt. Valami, igen. Azt mondja, Anvil Hornet F7C1, oké. És ebből van, azt mondja, 1-2 és egy F7C2. Nem tudom, ezek közt mi a különbség? Biztos van valami, ott azt hiszem valami Dying Star, ottán pályát lehet választani, hogy milyen pályán menjünk. És gondolom ez a Free Flight, ez pedig a játék mód akarna lenni. Sikerült a launchot ki, de nem. Na, valahogy vissza ki kéne jelölnem a launchot. Gyerünk! Úgy is megtalálok. Sikerült! De jó vagyok. Na, már töltődik is a izé van. Én azt hittem, hogy ki kell repülni a hangárból, hogy valami nagy űrállomásban vagyunk, és akkor kinyílik a hangár, ajtó, kilepünk a barha nagy világűrbe. De nem. Egyrészt igazán sajnálom, mert kicsit úgy hangulatosabbá tette volna dolgokat, mint hogy hát puff, itt vagyunk az űrbe. De hogy jöttünk ide? Ha. Na, mindegy. Elindultunk. Már most van egy kis hány ingerem. Ezeknek az űrhajós izéknek az egyetlen egy hátulütője, amit a vadász izékben sem nagyon szerettem, kivétel a War Thunder, mert ott valamilyen nem zavar, de itt eléggé, mondjuk úgy, hogy sokat fogunk majd pörögni meg ilyenek, és hát ez az én gyomlomat, ez hamar fölkavarja. Mindenesetre csak jól néz ki ez a szétesett bolygó, körüli meteorit, gyűrű, izé. Hát mindenütt törmelék van, meg ilyen szikrázó izék, de hát unalmas is volt, úgyhogy inkább átmentem erre a másik pályára, ahogy történni is fognak a dolgok, mert a Free Fire-ba csak repkedni lehet. Itt ebben a játékmódban viszont kapunk ilyen put hajókat, na most egy kicsit megröccent, de miért röccent meg? Ja igen, a gépigénye az van, de hát nézzétek el neki. Most jelenleg 1280x720-as felbontásban van a játék, itt látható, és hát ez a love grafika, tehát ettől csak szebb. Ott van három ellenséges hajó, Na, most vajon mi fog történni? Na, az tűz alá veszek titeket! Azt a kúvágát, Istenem! Már kezdődik, de jó, elég érdekesen kell repülni, mert nem úgy, mint a repülőkkel, hanem... hát ide meg is tudunk állni egy helyben a levegőbe, és inkább úgy célszerű manőverezni, mert amúgy ezek a nyomorúsak is ezt csinálják. Csak mindig először megállnak, rád fordulnak, lőnek rád kettőt, aztán átrepülnek a másik oldalra, megint megfordulnak egy helybe, természetesen. Te meg mennél utánuk, mint a sakkal, az már megint mögöttük vagy. De meg még a céloznom is meg kéne tanulni, azt hiszem az egér, amerre az egérnek a izéje mutat, az a kis kör, ami össze-vissza cikázik ott a izén, arra fogunk lőni, tehát nem az a kis célkereszt, ami ott van a kép közepén, a nagy túrót, nem arra lőni. Én az elején azt hittem, hogy mindig arra akartam ráállítani az űrhajót. Ezt behányok. Sikerült találnom egy bugot. Úgy néz ki, hogy a turbinámnak a fénysugara vagy valami, hát az ilyen igen érdekes, ilyen sötét kockák jönnek elő, de mindegy. Úgy is vissza fogok váltani, mert rosszul leszek mindjárt ebbe a játék, vagy kamera nézetbe. Hát mindesetre ez a földszerű bolygó itt alattunk, ez tényleg szépen nézen ki, még a meteorok is itt jók. Na, azt az eget, még így is lehet nézni.
Még nem tudom, ezek a kameranézetek mire jók, attól függetlenül lehet benne gyönyörködni. Mondjuk ezt a vörös ködöt, ezt nem értettem. Az űrben mióta van vörös ködöt? Nem nagyon hatnak rád G-erők, vagy igen? Én nem vagyok ezzel tisztában, de szerintem az űrben nincs G-erő, tekint vagy ott nincs egy gravitáció. Érdekes. Na. Ki kéne végezni azt az űrhajót, amit van előttünk. Hála égnek nem engem lő. Nyugodtan rástartolhatok. Az a baj, hogy alig látok belőle valamit. Na, végre közelébe értem. Túl melegedett a lézerem, úgyhogy már csak pütyögni tudok. Azt az gyorsan rám fordult. Jaj, halljál meg. Sikerült eltalálnom. Megint sikerült eltalálnom azt, hogy hányszor eltaláltam. Jaj, és igen, ott a jobb felső sarokban a nézetben lehet látni, hogy hol sérült már jelenleg az ellenség. Az űr, azt az eget nem tudsz tevezetni. Jézus ereje. Amatőr. Úristen, belém rémelt. Meg szerencsé, hogy az ilyentől nem lehet megpusztulni. Nem úgy, mint a War Thunderben, meg a World of Warcraft le. Jézus ereje. Az űrhajónak, mikor így elsúlyan melletted, ezzel elég jó hangja van. Meg nem tudom, hogy a Star Citizen az egészen pontosan az most milyen jellegű játék is akarna majd lenni. Tehát majd le lesz szállni a bolygókra is. Mármint egy ilyen szabad hív. Bejárható nyílt világ lesz, vagy csak ilyen szekciók rossz, hogy hát most leszállsz erre a bolygóra, és akkor jön egy loading felirat. Most kimész az űrbe, és akkor megjön egy loading felirat, ahol egy nagyjából egy ilyesmi helyszín képzelj el, ahol biztos történni fog valami. Gondolom, hogy ezt hasonló űrcsatának lehetünk személyi sültanúi. Esetleg netán ez online is kivitelezhető lesz majd, de hát majd kiderül. Mindenesetre a játék az idáig bíztatónak, ha csak azok az árak, amik vannak az űrhajók körül, hát az valami horribilis is. Mintha már elvesztette volna a hajó a szárnyait? Igen, az egyik szárnyát elvesztette, jól láttam. Hát de nem tudom, tehát most ha a NASA-nak lenyomnám az űrhajójának az egyik szárnyát, szerintem az már nem lenne életképes. De lehet, hogy én tévedek. Mert abban van az üzemanyag, de lehet, hogy rosszul mondom. Folyékony hidrogén, meg ilyenek. Tehát azért az ember szeretné, hogy felkavaródjon a gyomra. Úristen. Na, sikerült megszerezem az első hányozatomat, te jó Isten, mennyire jó. Na, azt mondja, ott van a másik kettő ellenséges űrhajó, akik hát, nekünk is van két társunk, akik segítenek a csatában, de azok nagyjából arra jók, hogy hát lövik őket, de biztos, hogy nem fogják helyettünk kinyírni a űrhajókat, úgyhogy legyünk erre nyugodtak. Úristen, halljál meg! Rám köpött az alien, vagy nem tudom mi volt ez a kék, ja nem, ez a pajzs. Jézus! Fú, ez nem kellett volna töltött káposztát kajánom, már érzem, jaj! Hát, nem ez lesz a kedvenc játékom. Oké, már kezdek helyre rázódni. Ez kicsit olyan érzés volt, mint mikor néztük a, vagy hát néztem a Gravitáció című filmet, ahol is az a Sandra Bullock elmenekült, vagy hát elszakadt az űrbe, és akkor ott pörgött egy fél órán keresztül. Hát én nem gondoltam volna, hogy van film, ami kihozza belőlem a rókát, de hát az sikerült annak az első fél órába kihoznia. És lelőttük mind a két szárnyát, és ez még mindig bír menni. Alapból olyan rossz beidegződés ez nekem, hogy mindig a középet látható célkereszttel akarok. És hát azt próbálom meg beállítani lövési pontnak, holott az egérrel kéne. Hát még szokni kell, mert az a gázom úgy, hogy az egérrel is irányítol, tehát nem is olyan egyszerű. Legalábbis akinek villanyküzete van. Mit kvázi én. Na, most talán elkapom a gyereket. Na, megint kapott egy kevesen, mennyi életereje van ennek, azt nem tudom, hol mutatjuk. Olyan megy! De már ő nem is lő rám. Lehet, hogy ellikvidáltam valamit, de kellett nekem megszólalni. Aj, halljál meg, te gyerek! Úristen! Hát online nem tudom, mit fognak ezek művelni ezek a csókák, de biztos fájni fog. Na, talán most. Isten. Ez egy kicsit idegesítő, hogy állandóan ez a női hang itt vartjog nekünk, hogy vagy ez rossz neki, vagy amaz nem jó. Meg ilyen alert, meg olyan danger, meg izé van. Hát kicsit egy kisebb idő intervallumokra is állíthatták volna.
Hát meg még mindig itt köröz körülöttem, rohadt rosszul vagyok már. Jó van, már jó lenne a befejezni. Á, Isten! Azt mondja, van itt a képen valahol egy ilyen kis... Ja, ott van az a sárga háromszög, ami a képnek a szélén van, az jelzi, hogy merre van az ellenség. Emeltek, ha mindig arra mozdítjuk az űrhajónkat... Ha mindig arra mozdítjuk az űrhajónkat, akkor elméletileg a hamar a látószögünkbe fog kerülni az ellenséges űrhajó. Ázaz! Megvan a második áldozatunk is! Hú, és meg nem mentem neki egy sziklának se, pedig van itt tögivel. Jaj! Na, azt mondja, ott a utolsó ellenséges kézen lévő sávóka. Na, ezt kéne valahogy még elszapni. Megpróbálok közelébe férkőzni és valahogy meg is maradni ott. Lehet úgy trükközni, hogy lefékezzük az űrhajót és akkor megállunk egy helyben. Az egyik szárnyát már le is lőttük. Úristen, már lelőttünk valami mást is, ami jó nagyot puffant. Az már, ennek is csak egy... Hát ennek már csak a törzse van. Csak el fogjuk kapni. Ez az, YOLO! Halljál meg! Isten, hol meg? Pedig hányan lőj? Nem, meghalt, jó van. Hú, hölgyeim és uraim, kérem szépen. Nagyon jó. Hát, remélem tetszett ez a rövidkes epizód, amivel szolgáltam nektek a Star Citizenből. Hát ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ki addig, amíg igyen megteheti. Találkozunk a következő epizódba. Jó szórakozás mindenkinek, sziasztok!